November 19-én első alkalommal tartották meg az egyházban a Szegények Világnapját. Ferenc pápa tavaly az irgalmasság szentéve végén hirdette meg ezt a világnapot azzal a céllal, hogy a keresztény közösségek az egész világon egyre inkább Krisztus szeretetének konkrét jelei legyenek a szegények és rászorulók számára. A Szegények első világnapja alkalmából írt üzenetét ezzel a mondattal zárta. A szegények nem problémát jelentenek, hanem erőforrást, amelyből meríthetünk, hogy az evangélium lényegét befogadhassuk és megélhessük. November 19-e Szent Erzsébet ünnepe. Nem lehet véletlen, hogy a pápa az Árpádházi királylány emléknapjához kapcsolta a Szegények Világnapját. Sárospatakon vagyunk, Szent Erzsébet szülővárosában. A szentek lábnyomait keressük, de nem a fizikai lábnyomokat, bár aki Sárospatakra jön, azt ez is meghatja, hogy azokon az utcákon jár, azon a helyen, ahol egyik legnagyobb magyar szentünk született. Nem a fizikai lábnyomokat keressük, hanem azt a lelki és szellemi üzenetet, amit Szent Erzsébet ránk hagyott. Erzsébet egészen kicsi korától kezdve érzékeny volt a környezetében jelenlévő másságokra. Amikor észrevette azt, hogy nem mindenki úgy él, mint ahogyan ő, nem mindenkinek adatik meg a mindennapi kenyér, nem mindenkinek adatik meg a jó ruha, a kényelmes otthon. És kisgyerekként ezt érzékenyen fölfogva reagált erre. A legkorábbi történetek, amelyek Erzsébet életét feldolgozzák, ezek közé tartozik az Érdi Kódex, amely egy különleges történetet ír le Erzsébetről. Mi magyarok nagyon szeretjük ezt a történetet, hiszen a legendás rózsacsodát az Érdi Kódex Magyarországra helyezi. A kicsi Erzsébet, amikor még alig 4 éves, és édesapja udvarában él, egyszer csak látva, hogy a királyi vár körül szegény emberek ácsorognak, egy vacsora után kioson a kamrába, és a maradék kenyereket összeszedegetve elindul, hogy elvigye a szegényeknek. És az édesapja András király, második András királyunk elétopan, és megkérdezi, hogy Erzsébet fiam, mit viszel? És azt mondja a megszeppent kislány, hogy rózsát viszek édesapám. És télvíz ideje volt, nem hitte az apja, hogy ez ténylegesen rózsa lehet, és mondta, hogy mutasd csak a kötényedet. És amikor kinyitja a kötényét, akkor illatos rózsák hullanak a földre. És András király, látva ezt, tudta, hogy a gyermeke kiválasztott, és hogy ebből a gyermekből még valami nagy leszen egyszer, ahogy írja az Érdi Kódex. Tehát tekinthetjük ezt az utókor kegyes legendájának, ugyanakkor mégis van egy nagyon fontos üzenet ennek a rózsacsodának. Egyrészt az, hogy az Isten nem hagyja hazugságban azokat, akik az ő útján járnak. Tehát, hogy az Isten szeretetéből fakadó cselekedetekben mindig benne rejlik az a jutalom, amit az Isten az emberek számára tartogat. És második András királyunk ezt pontosan értette és tudta. Egy kislányról van szó, aki a kor szokásainak megfelelően dinasztikus házasságok révén férhez adják és Türingia tartományába kerül. Egy fényűző, a kor luxusa szerint élő, a lovagi kultúra központjának számító türingiai fejedelmi udvarba kerülve Erzsébet hamar érzékelte azt az éles különbséget, ami a gazdagok és a szegények élete között látható és tapasztalható volt. Mindannyiunkat érnek tapasztalatok, látjuk a nehézségeket és a visszásságokat, de könnyen becsukjuk a szemünket, és könnyen túllépünk, és tovább megyünk. Mert bátorság kell ahhoz, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Bátorság kell ahhoz, hogy merjük észrevenni azt, ami esetleg aztán cselekvésért kiállt. És hogyha valamit észrevettünk, akkor már nem könnyen tudunk tovább lépni. És Erzsébet azon kevesek közé tartozott, aki nem lépett tovább, amikor észrevett valami olyat, ami a szíve mélyéig hatolt, azt a fájdalmat, amikor a másik ember szenvedését látta. Nehéz megértenünk a szenteket.
a 21. században is nehéz, de ne csodálkozzunk, mert a kortársaknak is nehéz volt megérteni a szenteket. Tehát Erzsébetet ugyanúgy nehezen értették a saját kortársai, mint ahogy nekünk is nehéz megérteni őt, és nem a 800 év távlata miatt nehéz megérteni, hanem ahogyan ő az élet lényegéhez viszonyult, hogy ő mindent Krisztus szemével tudott látni, és nem csak látni, hanem ezt követően cselekedni is. Erzsébetben az a fantasztikus, sok minden mellett, hogy két világnak a határán élt. Egyrészt királylány volt, fejedelemasszony volt, adott volt számára a gazdagság, a szépség és egészség, minden olyan dolog, amire abban a korban épp úgy vágytak az emberek, mint ahogy ma is vágynak erre az emberek, és mindent megtesznek azért, hogy ezeket a javakat megszerezzék maguknak. Erzsébetnek születésétől fogva adottak voltak ezek a javak, tehát mindaz, ami a földi életben egy harmonikus, komfortos életnek a lehetőségét megadta. Erzsébet viszont látta a másik oldalt, és ez nem hagyta őt nyugton. És emiatt ő folytonosan átlépte azokat a határokat, amit az ő társadalmi rangja és státusza kijelölt számára. Tehát nem fejedelemasszonyként viselkedett, amikor arról volt szó, hogy szegényeknek kell segíteni, betegeket kell gyógyítani, hajléktalannak kell szállást adni. Viszont nagyon is fejedelemasszonyként viselkedett akkor, amikor az egész tartomány kormányzása rá volt bízva, mert a férje távol volt, és éhínség tört ki a tartományban, és Erzsébet a politikai hatalmat a szolgálat eszközének tekintette. Politikai hatalom volt a kezében, óriási vagyonnal, akkor fogalmai szerint óriási vagyonnal, és ő ezt úgy tekintette, mint lehetőséget arra, hogy szolgálja azokat az embereket, akiket rábízott az Isten. Tehát ez egy óriási különbség, hogy a lehetőségek, amelyeket birtoklunk, legyen az egészség, tehetség, anyagi javak, hogy azokat hogyan használjuk, hogy mennyit használunk a magunk javára, és mennyit tudunk megosztani belőle. A Havas Béla, a 20. század második felének jeles magyar gondolkodója írja egyik mondatában, hogy minden egyes forinttal el kell számolnod, amit magadra költesz. Erzsébet nyilván nem ebből indult ki, hanem a Krisztus szeretete, az, ami az ő lelkét átjárta, és nem hagyta szabadulni. És Erzsébet életének minden mozzanatában felfedezhetjük ezt a mozgatórugót. És amikor azt mondtam, hogy nehéz megérteni a szenteket, és nehéz megérteni Erzsébetet is, akkor éppen erre tudok gondolni, hogy azért nehéz, mert nekünk magunknak itt a 21. század elején is nagyon nehéz a komfortos, kényelmes életünkből kilépni. És egy-egy pillanatra talán megadatik, hogy ezt meg tudjuk tenni, de aztán gyorsan visszamenekülünk a megszokott kényelmes életünkbe. Tehát amikor a szentekre nézünk, akkor egy kockázatot is vállalunk, hogy valami nyugtalanító szellem és lelki tapasztalatban lesz részünk. Erzsébet 24 éves korára beteljesítette azt a küldetést, amivel ő ide a földre született. Ha kicsit közelebbről megnézzük, hogy milyen volt az élete, akkor azt látjuk, hogy tele van ajándékokkal. Erzsébet nőként teljes életet tudott élni. A középkorban szokatlan módon, és az élettörténetéből egyáltalán nem következően Erzsébet szerelmi házasságban élt. 4 éves korában eljegyzik dinasztikus kapcsolatépítés céljából a türingiai fejedelem fiához szeretnék feleségül adni, és amikor a kiválasztott jegyes meghal, Erzsébet feleslegessé válik a türingiai udvarban. Azon gondolkodnak, hogy hazaküldik, de addigra a gazdag hozományt már régen felélte a fényűző udvari világ, és mivel Erzsébet a türingiai őrgróf Hermann
családjában nevelkedik, együtt a kiszemelt jegyes többi testvérével, fiú és lány testvéreivel. A korban szokatlan módon a serdülő, növekedő és egyre szépülő Erzsébet és az őrgróf másik fia Lajos között egy testvéri érzésekkel átszűrt szerelmi kapcsolat bontakozik ki. És amikor Erzsébet feleslegessé válik a türingiai udvarba, akkor rövid idő után Lajos bejelenti, hogy ő feleségül szeretné venni Erzsébetet. Hogy mennyire rendkívüli volt ez a kapcsolat, azt az is mutatja, hogy Erzsébet és Lajos szerelmi kapcsolata és házassága a Warburgi vár udvarhölgyei között gúnyolódás tárgya volt. A lovagi kultúra korában élünk, amikor a házasság kapcsolatépítési célokat szolgál, nem pedig szerelemből születnek a házasságok. A szerelem az a lovagi lírának a tárgya. A szerelem tárgya mindig a másik hölgy, tehát nem a feleség. És ebben az értelemben a szerelemből házasságot kötni, abban a korban merőben rendkívüli és új dolog volt, és az, hogy Erzsébet a férjét szereti, és hűséges a férjéhez, emiatt a háta mögött gúnyolták. Lajos, amikor háborúba, vagy vadászatra, vagy birodalmi ügyek miatt hónapokig távol van Erzsébettől, akkor a többi lovagi fiú biztatja, hogy nézd, itt vannak a szebbnél szebb hölgyek. Hát miért nem töltöd a kedvedet? És akkor Lajos ingerülten elhárítja, hogy ő számára csak Erzsébet létezik. Egyik alkalommal az egyik lovagtársának rámutat az egyik hegyre, az Inzel hegycsúcsaira, és azt mondja neki, hogy ha ez a hegy aranyból volna, akkor sem cserélném el Erzsébetért. Ebben az értelemben a maguk korában is forradalmian új dolgot mutattak meg, és hogyha belegondolunk a 21. század házastársi kapcsolataiba, akkor azt látjuk, hogy ma az lépi át a konvenciókat, és a tömegáramlaton, a mainstream áramlatokon azt tud keresztül lépni, átlépni, túllépni, aki hűséges tud maradni. És újra ahhoz a gondolathoz lehet visszatérni, hogy ha mélyebben és jobban megismerjük egy-egy szentnek az életét, akkor az nyugtalansággal kell, hogy eltöltsön bennünket, hiszen egy olyan mércét mutatnak, egy olyan zsinór mértéket határoznak meg, ami az ember számára kötelező érvényűvé válik, hogyha a mélyére megy és ha közelengedi magához. Egy nagyon szép történet van Erzsébet életében, ami jól mutatja, hogy milyen volt az ő házastársi kapcsolatuknak a mélysége. Erzsébet egy alkalommal a Warburgi vár lábánál eléje toppanó beteg embert, egy leprás beteget gyógyít. Éppen hazatérőben volt a Warburgi vár lábánál lévő kórházból. A kórház már teltházzal működött, már nem tudott több embert befogadni, és ez a leprás koldus könyörögve fordult Erzsébethez, hogy segítsen rajta. Erzsébet tudta, hogy most már a kórházba nem viheti, ezért magával vitte a Warburgi várba, és a gyümölcsös kertjébe behívta. A társnői szolgáló lányait megkérte, hogy melegítsenek vizet, hozzanak tiszta gyors lepleket, az általa készített főzeteket, kenőcsöket hozzák elő, és megmosdatta ezt a betegembert, a sebeit bekenegette, tiszta ruhát adott rá, de olyan legyengült állapotban volt ez az ember, hogy Erzsébet tudta, hogy ha most elengedi, akkor meg fog halni. Lelkiismerete szerint nem tudott másként cselekedni, mint ezt az embert elvitte magával a hálószobájába és a hitvesi ágyba fektette. Hogy ez mekkora bátorság volt és milyen határátlépés, a lepra a középkorban gyógyíthatatlan betegség volt, ragályos betegség. A várak magas hegycsúcsokra épültek, hogy fizikailag is el tudjanak különülni a szegényektől, a betegségtől, a nyomortól, és ezek a
elit negyedek, hogy így mondjam, ahova a gazdagok visszavonultak és a maguk életét körülbástyázva biztonságban élték, Erzsébet egy beteg embert vitt be. Ez óriási felháborodást váltott ki, amikor észrevették az udvarban, azonnal jelentették Lajosnak, és Lajos, látva a udvartartás felháborodását, valóban sietve ment a hitvesi hálószobába, hogy tényleg most már azért ő is szól Erzsébetnek, hogy ez egy határátlépés volt. És ahogy nagy lendülettel belépett a hálószobába, és félrehúzta az ágy függönyét, akkor az Érdi Kódex írója így fogalmaz, hogy az Úr megnyitotta Lajos lelki szemeit, és Lajos a lepráskoldus helyett az öt sebből vérző töviskoronás Krisztust látta az ágyban feküdni. Amikor Lajos ránézett az ágyban fekvő betegemberre, akkor csak ennyit mondott Erzsébetnek, hogy nővérem, hozz máskor is így vendéget a házba. Ez a történet, ami ugye 800 évvel ezelőtti, de mégis nagyon élően és elevenen megmutatja számunkra azt, hogy ennek a két embernek a szerelmi kapcsolata, a hűsége egy nagyon mély lelki azonosságon nyugodott, hogy mind a ketten a szerencsétlen leprás koldusban a szenvedő Krisztust tudták meglátni. Ez volt az ő társkapcsolatuknak az alapja. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos tanítás lehet a mai ember számára is, hogy hogyan tudjuk megtalálni életre szólóan a társunkat, hogy milyen mélységekig kell lemenni, és milyen mélységekben kell kutatni, ha életre szóló hűségre kötelezzük el magunkat. Erzsébet szerette a gyerekeket. Neki magának is 3 gyermeke született, és jó anyaként a kor szokásainak megfelelően gondoskodott a gyermekeiről. Elsőszülött gyermekét, Hermant, 7 éves korában a francia király udvarába küldték el nevelődésre. A második gyermeke, Zsófia, ő a brabanti herceg felesége lett, és a harmadik gyermeke, a kis Gertrud, még nem volt 2 éves, amikor az altenbergi kolostorba adta Erzsébet. Belátva azt, hogy az a szegény gondozó munka, amit ő Marburgba költözve az ottani ispotályban végzett, az nem alkalmas környezet a gyereknek. Az altenbergi kolostor az egy néhány kilométerre van Warburgtól, 11-12 kilométerre, és így tudta látogatni a gyerekét. Erzsébet élete 24 éves koráig olyan nagy hatással volt a környezetére, hogy már életében szentként kezdték el tisztelni. 21 éves, amikor megözvegyül, és a warburgi várat elhagyva lelki vezetőjének, Marburgi Konrádnak a tanácsára Marburgba költözik, és ott az özvegyi járandóságából kórházat alapít és kápolnát épített Szent Ferenc tiszteletére. Erzsébet 16 éves volt, amikor először találkozik a ferences koldulórenddel, a ferences testvérekkel, és Szent Ferenc szellemi és lelki hatása megérezhető az egész életén. Tudtak egymásról, Szent Ferenc egy köpenyt küldött Erzsébetnek ajándékba. Erzsébet a Marburgi kórházban testileg és lelkileg ápolta a betegeket. Azt írja a lelki vezetője, Marburgi Konrád, hogy nem tudja, hogy honnan szerezte a tudományát, de csodálatos módon értett a különböző főzetek és kenőcsök készítéséhez, amivel gyógyította a betegeket. Különös figyelme volt a kisgyerekekre. A társnői, akik mellette éltek a szentjavatási eljárás során, tanúvallomásként elmondják, hogy volt olyan eset, hogy egy kólikás, egy hasmenéses kisgyereket több éjszakán át ült mellette, ápolta és éjszaka többször is kivitte a szükségére, mosta a ruháit. A gyerekek, mint az édesanyjukat szerették és szaladtak, rohantak utána. Erzsébet önmagát fizikailag sem kímélve ápolta a betegeket, mégis azt lehet mondani és tudni róla, hogy az ő ereje és hatása nem a fizikai ápolásban volt, hanem az a lelki erő és hatás, amit a környezetére gyakorolt, ez volt igazán maradandó.
Erzsébet ereje és erőforrása a mindennapi imádság volt. A szerzetesi imarendet követve éjszaka is fölkelt és imádkozott, és élete utolsó évében megkapta a gyógyítás kegyelmét, vagyis hogy az imádságainak a hatására meggyógyultak betegek. Ezért messze földről, több száz mérföldről érkeztek Marburgba hozzá betegek, és lelkileg gyógyulni vágyók is, akik Erzsébet imádságától remélték, hogy az életük jobbra fordul és meggyógyul. És számtalan ilyen csodás gyógyulásról és ima meghallgatásról tudunk már Erzsébet életében. Tehát nem véletlen, hogy szentség hírében állt már életében is, és amikor Erzsébet 1231-ben, november 17-én meghal, akkor a híre futótűzként terjed el, és zarándokok ezrei jönnek Marburgba, hogy láthassák, érinthessék Erzsébet testét. Ezek a csodás gyógyulások, amelyek Erzsébet sírjánál történtek, ezekből közel 200-at le is jegyeztek, és olvashatók magyarul is ezek a csodás gyógyulás leírások. Mindig úgy emlegetjük Erzsébetet, hogy a cselekvő szeretet szentje. Valóban ezt látjuk, ez látszik belőle, de Erzsébet egy misztikus szent volt. Több leírás van arról, hogy imádság közben elragadtatásba esett. Nagyon erős aszkéta és ima életet élt, és azt mondta az egyik társnőjének, hogy egyik pillanatról a másikra az Úr jelenlétébe tudom helyezni magam. Tehát egyik pillanatról a másikra elragadtatásba tudott esni. Jellemző történet, hogy a tűz mellett áll, éppen ebédet főz, és imádkozik közben, és megjelenik neki az Úr, és olyan elragadtatásba esik, hogy nem is veszi észre, hogy közben a szoknyája kigyullad és ég a ruhája. Az egyik ilyen csodás elragadtatás és látomás után, amikor visszatér a társnői közé, megkérdezik tőle, hogy mi történt, mert azt látták, hogy egyik pillanatban nevet, másik pillanatban pedig sír. És azt mondja Erzsébet, hogy sok mindent láttam, amit nem értenétek meg, és nem tudnátok fölfogni, de addig muszolják, hogy valamit mondjon, mert rettenetesen kíváncsiak voltak, hogy vajon mit látott Erzsébet. És akkor azt mondta, hogy az Úr Jézust láttam, amint jött felém. És amikor felém fordította az arcát, akkor csodálatos szeretet töltött el. És amikor elfordult és kezdett távolodni, akkor pedig egy nagy szomorúság szorította a szívemet, és akkor elfogott a sírás. És amikor az édes Jézus egyszer visszatekintett rám, és azt mondta, hogy ha te velem akarsz lenni, én is veled akarok lenni. A ragaszkodása Istenhez, ez meghozta számára azt a választ, ami egy nagyon szoros, egész életen át tartó Isten kapcsolatot jelentett. Erzsébet bizonyosságot kapott arról, hogy ha ő az Úrral akar lenni, az Úr ott lesz vele.